munkában az opera énekkarának művészei. Éppen a Mester és Margarita bemutatójára készülnek. Nem sokkal a próba után viszont többükkel már az Erkel Színház melletti futópályán találkozunk. Az énekkar tagjainak egy részét ugyanis a szakmán kívül a futás szeretete is összeköti. Tarnai Dávid például közel 2 évtizede űzi ezt a sportot. Körülbelül 17 év ezelőtt volt rajtam némi túlsúly, és elkezdtem futni, hogy ezáltal jobb kondiba kerül meg lefogyjak, ami annyira sikerült, hogy körülbelül 4 hónap alatt 20 kilót leadtam, és hát azt a futás a szenvedélyével. Olyannyira, hogy azóta szép eredményeket sikerült benne elérni. Legutóbb a kollégákkal, Avvakumovics Györgyivel, Herceg Ferenccel és Somogyi Balázssal közösen lettek a legsikeresebb vegyesváltó egy futóversenyen a Futaszínház kategória indulói közt. Eljött az ötlet, hogy álljunk össze csapatokba, és csináljuk meg a maraton, mert szeretünk eleve futni. Mindannyiunkat, ahogy mondja Dávid, motivált az, hogy együtt futunk. Engem személy szerint az, hogy a fiúkkal vagyok, és nem szabad őket visszahúzni, úgyhogy úgy is készültem, hogy jó időt fussak. És ez sikerült is. Az Operán lányok csapata, Bolya Pap Nikoletta, Forgó Eszter, Magasi Júlia és Szili Gabriella ugyanott a női váltók kategóriájában ért el első helyezést. Utolsó befutó voltam, és tudom, hogy volt egy pont, amikor arra gondoltam, hogy a lányok ott várnak. És most nem kéne most itt megállni és inni, meg nem tudom, tehát pihengetni, hanem menjünk. Úgyhogy tényleg, és akkor a boldogság volt, hogy ott álltak a célnál, és ott kiabáltak, hogy Gabi. Tényleg, tehát adott erőt, igen. A tudatos légzés ugye az éneklés során is fontos tényező, és így a futásnál is, hiszen ha nem mélyre, nem egyenletesen lélegzünk, akkor hamar felszorulunk, így nem tudunk hosszabb távon jól teljesíteni, vagy jól futni. Tavaly még Dévényi Judit Anna is a kollégáival egy csapatban futott, és jövőre is ezt tervezi, idén csak azt tartotta vissza, hogy még nagyobb kihívást tűzött maga elé. Most készülök életem első maratonfutására, és a legpraktikusabb dolog, hogyha az ember egy maratonfutás előtt 3 héttel futja az utolsó nagy tempófutását, ami hosszú táv már, egy 30 kilométer, és ez a körülbelül fél éves felkészülésnek az utolsó nagy állomása volt nekem. De úgy tűnik, nem ez az egyetlen járható út a sportsikerekhez. Leblanc Gergely balettművész úgy nyerte meg az idei úszóvilágkupa művészfutamát Rátóti Zoltán színművésszel párban, hogy bármilyen meglepő, egyáltalán nem jár úszni. Tényleg ebben az elmúlt 10 évben az úszóverseny és az azt megelőző felkészítő óra volt az a két alkalom, amikor én úsztam egyáltalán. Mondták nekem, hogy bemelegítésnek 8 hossz mellúszást kell csinálni a medencébe. Életemben nem úsztam 8 hosszt, még úgy, hogy nagyon vicces volt, de álltam a sarat. Nem adták ingyen az aranyérmet. A klasszikus balett azért akármennyire is könnyednek tűnik a színpadon, azért az egy nagyon kemény fizikai munka, és nagyon megedzi a testet. Nekem ez volt az előnyöm a többiekkel szemben. Leblanc Gergelyt tehát valószínűleg ezután is többet láthatjuk színpadon, mint uszodában. Az énekkar művészei viszont próbák és előadások előtt, után és között bármikor szembe jöhetnek egy futópályán.